Az előző két epizódban bejártuk a vadnyugat világát a fehér ember szemével. Igazán méltatlan lenne, ha nem tennénk meg ugyanezt az őslakosok szemszögéből, akiknek a sorsa az egyik legtragikusabb, amelyet a történelem valaha feljegyzett. Kartágót Róma sóval hintette be, de az indiánokat a saját szülőföldjükön üldözték, és írtották minden eszközzel, anélkül, hogy bárkinek ártottak volna. Ha kellett, olyan szerződésekre szorították őket, amely megfosztotta földjüktől és önrendelkezésüktől. Ha kellett, még ezeket a szerződéseket sem tartották be, és ha másúton nem sikerült, akkor a fegyverek szavával nyertek ököljogot az indiánok ellen. Nem járunk messze az igazságtól, ha Amerika pacifikálását egyben tudatos népirtásnak is tekintjük. Az indiánok nem voltak felkészülve az Európából özönlő hódítókra, és a nagy technológiai különbség miatt eleve esélytelenek voltak, hogy a győzelem reményében vegyék fel a küzdelmet a fehérek ellen. Ám a vége előtt mégis sikerült egy hihetetlen győzelmet aratniuk. Ennek a csatának az egyik vezéréről emlékezünk meg. Tatanka Jotanka, angolul Sitting Bull, magyarul ülőbika, 1831-ben született. A Lakota Sioux törzs Hunkpapa népéhez tartozó gyermek, édesapja is híres törzsfőnök volt. Ülőbika nagyon nyugodt csecsemő volt, ezért először a lassú nevet kapta, majd ugráló borszként nevezték kölyök korában. A Grand River mellett élő törzsnek bőven akadtak ellenségei, mivel a jó vadászhelyekért, ivóvíz és legelőforrásokért évszázados harcokat vívtak a szomszédos törzsekkel. A Sioux gyerekeknek ezért nagyon gyorsan fel kellett nőniük. Így ugráló borznak is vadásznia kellett menni már 10 éves korában, amikor is sikerült elejtenie egy bölényt. A büszke apa ettől kezdve hívta fiát Ülőbikának. Ülőbika 13 évesen már csatában is részt vett, és ott kitűnt bátorságával és ügyességével. Mivel a hadi és vadászati sikerei ellenére egyébként békés és értelmes ifjú volt, ezért előbb népe sámánjává választották. A sámán nem csak vallási vezető az indiánoknál, hanem egyben gyógyító, és mindeközben fő feladata volt népének élelmiszerellátása is. Neki kellett megszervezni a bölényvadászatokat és megvédeni azokat a területeket, amelyek ellátták a lakotákat a nehéz téli napokon. Nem meglepő, hogy 1857-ben 26 évesen törzsfőnök lett belőle. Amikor véget ért az amerikai polgárháború, a fiatal állam figyelme nyugat felé fordult, ahol még hatalmas és gazdag területek álltak az úgynevezett pionírok rendelkezésére. Egyetlen nehézsége csupán az okozott, hogy ott még jelentős számú indián törzs élt, akik természetesen nem voltak hajlandók életformájukat és szülőföldjüket feladni. Az amerikai hadsereg azonban dinamikusan nyomult be a területeikre, és a 70-es évek elején sikerült rezervátumokba terelni az indiánokat. A Sioux aláírták azt a szerződést, amely a Black Hills környékén garantálta nekik a független és szabad életet. Ez a vidék mindig is a Sioux szent helyének számított. A Grant elnök által aláírt szerződés csupán addig maradt életben, amíg a Black Hill környékén egy vasúti építkezés során aranyat nem találtak. Az aranyláz azonnal kitört, és a szerencsevadászok benyomultak a Sioux törvénnyel megerősített területeire. Nem lehetett csodálni, hogy az indiánok a betolakodókat igyekeztek elűzni, és ha máshogy nem ment, akkor erőszakos eszközökhöz nyúltak. Az amerikai kormány az incidensekért természetesen az indiánokat tette felelőssé. Az indián kultúra gyors felszámolásának egyik történelmi oka az volt, hogy az egyes törzsek évszázados harcban álltak egymással, és nem ismerték fel, hogy a közös veszéllyel szemben csak is közösen léphetnek fel. A gyarmatosítók ezeket az ellentéteket kihasználva egymás ellen is felhasználták az egyes törzseket.
Persze csak addig voltak szövetségesek ezek a törzsek, amíg azt a fehérek érdeke kívánta. 1870-es években azonban a Sioux-nak három nagyon karizmatikus vezetőjük is volt. A Vörös Felhő ugyan még a Lillibighorn-i csata előtt elhunyt, de őrült Ló és Ülőbika felismerte, hogy a törzseket egyesíteni kell a fehér farkasokkal szemben. Sikerült a két törzsfőnöknek az összes Sioux és testvéri törzs szövetségét megszervezni, és a Black Hill-nél ellenálltak a kormányerők nyomásának. 1876-ban világossá vált, hogy a harc a két fél között elkerülhetetlen lesz. Noha a Lillibighornnál lefolyt ütközetet tradicionálisan Ülőbikához szokták kötni, ő azonban itt inkább népe szellemi vezetőjeként szerepelt. A nagy hadvezér ugyanis őrült ló volt, akit a fehérek Crazy Horse néven jegyeztek. A neve igazából úgy hangzott, hogy az ember, akinek egy szilaj lova van, és ezt Sioux nyelven tasunka vitkónak mondták. 1876-ban expedíciós csapatok vonultak be a Sioux területére, hogy legyűrjék az ellenállásukat. Ennek a haderőnek, a 7. lovas ezrednek az egyik vezetője volt George Armstrong Custer, aki csak a halála után tüntettek ki a tábornoki címmel. A Lillibighorn-i csatában ugyanis alezredesként vett részt, és George Crook tábornok alá lett beosztva. Custer igazi kalandor volt, aki korábban éppen az indiánok jogaiért állt ki, de amikor azt látta, hogy ezzel a hadjárattal tovább növelheti hírnevét, nem habozott az expedícióhoz csatlakozni. Crook hadoszlopa benyomult a benszülöttek Powder River menti vadászterületeire, és a Sioux-kal ellenséges törzsek nyomkeresői elvezették a Rosebud folyóhoz. Itt megütköztek a Sioux-kal. Crookot meglepetésként érte a Sioux sereg létszáma. A Rosebud folyónál a két fél egyforma veszteséget szenvedett, és őrült ló visszavonta seregét. A Sioux a Lillibighornnál, indián nevén Zsíros fűnél vertek tábort, ahol a harcosokon kívül asszonyaik is ott voltak. Hatalmas indián tábor volt ez, talán a legnagyobb, amit fehér ember szeme valaha láthatott. Az amerikai hadvezetés támadásának központja természetesen ez a tábor volt. Őrült ló 3000 harcosát vonta össze és rejtette el, s nyugodtan várta azt is, hogy táborára az ellenség tüzeljen. Crook terve az volt, hogy három oldalról bekerítik a tábort, s a művelet sikeréhez arra volt szükség, hogy mind a három hadoszlop fegyelmezetten vonuljon előre, bevárva a többieket. Ám Custer a dicsőséget hajzolva idő előtt támadásba lendült. Custer a saját csapatait is három részre osztotta, amelyek egymástól elszigetelődtek. A Sioux először Reno őrnagy 300-át rohanták le, aki azonnal menekülőre fogta, de Custert már bekerítette őrült ló és Ülőbika serege, amely óriási fölényben volt. A régészeti ásatások kimutatták, hogy az indiánok többsége is modern puskával tüzelt, így a számbeli hatalmas fölényük el is döntötte Custer 500-ának a sorsát. A Sioux nem ismertek kegyelmet. Mindenkit megöltek a ma Last Man Standnek nevezett domboldalon. Custer és sok rokona, akik alatta szolgáltak, ugyancsak ott estek el. Az indiánok kegyetlen példáját adták annak, hogyan jár az a hadsereg, amely lenézi, nem tiszteli ellenfelét. A győzelem persze már a 24. óra után érkezett, ezért a Sioux nem is voltak képesek azt kihasználni. Az USA hadserege valóságos hajtóvadászatot indított a vérszomjas indiánok ellen, akiket a kegyetlen téli hideg és az éhezés erősen megtizedelt. 1877-ben őrült ló megadta magát, de amikor börtönbe akarták zárni, ellenállt és egy bajonettel leszúrták. Ülőbika népével Kanadába menekült, ahol 4 évig próbálták magukat vadászatból fenntartani. 1881-ben hazatértek és megadták magukat, majd bevonultak a dél-dakotai Standing Rock rezervátumba. 3 év múlva érdekes epizód kezdődött a nagy indián Ülőbika életében. Engedélyt kapott a csatlakozásra Buffalo Bill Vándor cirkuszához, amely később bejárta még Európát is. Ülőbika teljes harci díszben parádézott és bemutatta páratlan lovas tudományát a nagy érdeműnek, majd a műsorszám végén egy köszöntő beszédet mondott Sioux nyelven.
Állítólag valójában ilyenkor a közönségét szidalmazta. A Vándor produkcióból mindenek ellenére egész szép summát gyűjtött össze, és szívesen fotóztatta magát, ha a fehér ember ezért pénzt is adott. Visszatérve otthonába békés földművelő életet élt, de nagy szimpátiával figyelte az akkoriban feltámadó szellemtánc kultuszt, amelynek Wotzivop volt a profétája. A szellemtáncosok hite szerint a révületbe eséskor újra találkoznak őseikkel, akik egyszer csak visszatérnek a földre, és velük együtt visszatérnek a régi indián idők is. A montanai kormányzó egyre idegesebben figyelte a mozgalmat, mert tartott egy esetleges indián lázadástól. Végül 1890. december 15-én egy indiánokból verbúvált rendőri csapat benyomult Standing Rock rezervátumába, nem utolsó sorban azért, hogy a legendás ülőbikát elszigeteljék a közösségétől és a mozgalomtól. A rendőri akció hírére a nagyfőnök hívei a háza elé gyűltek, és ellenállásra buzdították az akkor már öreg indián vezért. A kitört lövöldözésben belehalt 6 indián rendőr és 14 indián, köztük ülőbika és a legkedvesebb fia Varjuláb is. Így ért véget a legendás Sziú sámán és törzsfőnök élete. Standing Rockból a megmaradt Sziúk kitörtek, és a kemény fagy ellenére próbáltak elmenekülni a hatalom bosszúja elől. A botorkáló menekülteket december 28-án utolért a hadsereg Wanditkuni Creeknél, a sérült tért pataknál. Másnap a puskák leadása közben eldördült egy lövés, amelyre a katonák sortüze és a kartácsok válaszoltak. A 350 menekültből 300-at megöltek, köztük nőket és gyerekeket, de ezt a mészárlást ülőbikának szerencsére már nem kellett végignéznie. A nagy indián főnök már életében is legendás alak volt, míg halála után az egész indián nép tragikus szimbólumává vált. Hajtsunk fejet előtte most mi is egy híres mondásával. Ha a nagy szellem azt akarta volna, hogy úgy éljek, mint a fehér ember, akkor annak teremtett volna. A sast nem lehet kötelezni, hogy úgy éljen, ahogy a varjú él.